Üdvözlök mindenkit, 2010. április első hétvégén van, tőzsdeblokk folytatódik. Euró-dollár, japán jen. Kis háromszöget látjátok, az a kis háromszög, az már csak a 40%-át tartalmazza a unitjaimnak. Természetesen nem mutatom be, hogy hány unit, mert nem egy unitról beszélünk, nem úgy, mint a Kázmér úr esetében, akinek csak bemutatom a butaságát, hanem ugye ennek a unit számnak, amit én nyitottam annak idén, 60%-át bezártam, azt eltettem, mint profitot, tehát ezzel a kereskedéssel én már nem veszíthetek. Én rátok bízom, bezárhatjátok az egészet, és úgy kereskedés után nézhettek, 60%-át bezártam ennek a kereskedésnek, mivel az árfolyamunk ugye megvan, 127-et elértük, amit látjátok, és akkor nézzük a következőt, ausztrál dollár japán jen, ugyanúgy 60%-a kereskedésemnek be van zárva, igaz, a kis háromszög még ott figyel, amit láthatjátok. Na most azt arról fogok kicsit bővebben beszélni, hogy miért is. Miért is csináltam azt, amit csináltam. Megint csak mondom, money management, a pénzedet menedzselned kell, kiszámolod kérlek szépen. Ausztrál dollár, japán jen, ugye, fizet minden nap. Fizet, mivel az ausztrál dollár egy nagyobb kamatozású currency valuta, mint a japán jen. Tehát a tisztelt brókerem itt nekem minden nap fizet X mennyiségű pénzt a számlámra, csak azért, mert tartom ezt a kereskedést. Miért ne kockáztatnám be? Én ezen a kereskedésen már nem bukhatok, sehogy se. Ha az ár visszanéz, illetve bezárom lent, és csak keveset kerestem. De megéri rizikóznom, mert ha véletlenül az ár nem néz vissza jövő héten, hanem még elbatyog 1-2-3 hónapig, ugye, sose tudhatod, akkor nekem folyamatosan megy a pénz a számlámra, és folyamatosan pozitívban vagyok ezzel a kereskedésemmel. Meg az euró japán jenessel is természetesen. Tehát, folytassuk egy kicsit a monológot a múltkori két blogból. Emlékeztek rá? Aladárék, vették fel az óriási kölcsönöket, vették fel az óriási kölcsöket, feltettem nektek a kérdéseket, hogy gondolkozzatok is el rajta, hogy végül is mi lenne a következménye, mi lesz a következménye ennek a dolognak, ennek a játéknak, ezt játéknak hívom hosszú távon, ennek a kölcsönadóstörtű játéknak. Na most, és hogy jön ez ide, hogy jött ez az egész ide? Defláció vagy infláció, ugye defláció vagy infláció. Most, hogyha valaki jól végig gondolta ezt a játékot, akkor ugye már rájött, hogy egészen addig, amíg ezek a jó madarak, kölcsönöket adogatnak ki teljesen egy cégeknek, nagybankoknak, kormányoknak. A lényeg, ugyanaz, a semmiből a digitális nullákat hozzáadják a számítógépbe, akármilyen úton fogva, ugye? Amíg ez a kölcsönadósdi megy, addig valószínűleg a rendszer aránylag eldöcög, tehát ezek az aladárok vissza fogják tudni fizetni kamatostul a felvett kölcsönöiket, és plusz még szerencsétlenek lehet, hogy kinyögnek némi adót is az épp adott ország adott kormányának. Most megkérdezem tőletek, hogy mi fog történni akkor, mit gondoltok, hogyha ugye megszűnik ez a, tegyük fel a tőzsdébe, ahogy pumpálják a pénzt, ez megszűnik. Nem tudom, észrevettétek-e az utóbbi egy évben, körülbelül egy év, 14 hónapban, ugye elkezdett a tőzsde elég erőteljesen felfelé irányozni. Miért is? A pénz csak nyitva van, csak nem neked, nem nekem, hanem ugye a nagy bankoknak, a nagy hitelintézeteknek, a nagy bankoknak van nyitva az a bizonyos pénz csak. Hova teszik ezek a milliárdosok, vagy ezek a nagyon nagy cégek, vagy biztosítótárságok, vagy hitelintézetek, hova is teszik leginkább a pénzüket? Ahol leginkább kamatozik a pénzük. Nézzétek csak ezt meg! Ausztrál dollár japán jen? Közel 87-nél van az árfolyam? Miért is? Mert az ausztrál dollár nagyobb kamatot fizet, mint a japán jen. A japán jen nem fizet kamatot, az ausztrál dollár 4%-os kamatot fizet. Na, ugye? A tőzsdék is mennek fölfelé, szépen lassan mennek fölfelé, nem akarnak megállni, vagy csak megállnak, oldalaznak, de bizony mennek fölfelé. Mi a lényege? A japánoktól vesznek sokan fel kölcsönt. Miért? Mert nem kell kamatot fizetni. Hova fektetik be a pénzüket sokan?
olyan helyre fektetik be a pénzüket sokan, ahol óriási a kamat. Itt ne 100 000 forintra vagy 1 millió forintra gondoljatok, hogy valaki oda megy és Japánból kér 100 000 vagy 1 millió forintot. A fenéket nem éri meg vele foglalkozni. Gondolj arra, amikor felveszi a kölcsön, most tegyük fel, mondok egy példát, Németországban, ahol 1% a kamat felveszi a kölcsön, kérlek szépen, a 100 millió kölcsön, vagy az 1 milliárdot, vagy akármennyit vesz fel, így belepumpálja szépen a magyarokhoz, ahol 5.50-et fizet. Azt megint más kérdés, hogy ezt a magyaroknak kell esetleg kinyögni, azt a bizonyos kamatot, amit a tisztelt Magyarország, vagy teljesen, hogy mondom, vagy hitelintézet éppen visszafizet a külföldi befektetőnek, hogy úgy mondjam. Meddig fognak felmenni ezek a bizonyos tőzsdék? Addig fognak fölmenni, lásd magyar tőzsde is, egészen addig, szépen lassan, akár, amíg ez a bizonyos pénzcsap nyitva van. Mikor áll ez meg? Mikor keletkezik defláció? Mikor jöhet be a defláció? Kérdezzétek meg tőlük. Én nem tudom, hogy ezt egy hét múlva szüntetik be ezt a játékot, szüneteltetik majd, vagy egy év múlva, vagy 10 év múlva. És azt sem lehet tudni, hogy utána, amikor megint elkezd deleverage-ölni az egész dolog, tehát megint elkezdenek az árak úgymond zuhanni, akár a ingatlan árak, akár a részvényárak, teljesen, hogy miről beszélünk, húzódik az a bizonyos öv a derekunkon, ugye címszóval, mikor kezdődik el megint, mikor fordul át ez az egész? Akkor, amikor ugye úgy döntenek az urak, hogy megint elkezdik azt a bizonyos azokat a nullákat hozzáadogatni az elektronikus rendszerben. Ilyen egyszerű. Így jön ez az egész aladár dolog, és kölcsönadási dolog, és pénzrendszer, ami mögött nincsen semmi, akár dollárról, akár euróról beszélünk, nincsen befedezve aranyal, ezüsttel. Nem tart neki sem eddig is ahhoz adni 1 000, 5 000, 10 000 bizony azon a bizonyos elektronikus számlán. Erre nem lehet válaszolni. Én nem tudok válaszolni, mikor jön infláció. Infláció van. Továbbra is, még akkor is, ha ti kis emberek vagy én nem kapunk pénzt, és nekünk deflációval jelleg, mert ugye mi nekünk munkahelyeink sincsenek. A nagyoknál infláció van, mert ugye ők szépen pumpálják bele a tőzsdébe a pénzt. Miért csodálatos ez a rendszer, amit ők felépítettek, a csodálatos szót idézőjelbe teszem? Mert egész egyszerűen teljesen lehetsz te akár egy szuper zseni sebész is, akárhol, akármelyik klinikán. Ez a rendszer, amit ők felállítottak, ez kőkeményen hat rád, rám, mindenkire, akit ismersz, teljesen mindenki, hogy milyen pozíciót foglalsz a társadalomban. Új pozícióról beszéltünk, mielőtt elköszönnék, USA dollár, Kanada dollár, vonalat húzzátok meg, láthatjátok, meg kinyitjátok a táblázatát, dupla alját, az ár lehet, hogy betette. Húzzátok meg szépen azt a vonalat, figyeljétek meg ezt a kereskedést velem az elkövetkező időben. Még egyszer mondom, USA dollár, ausztrál dollár. Long pozíció. Köszönöm figyelmeteket, viszlát!